elindulni, de hogy hova is indulunk. Hát kérem szépen, ez a rajt helyszíne, tehát ahogy már az előbb is említettem, amit most látunk. Innen Öreg Tihany, azaz a hajóállomás, a Tihanyi apátság alatt nagyjából, hogyha arra nézzünk, ott van egy kikötő, ahova aki a menetrendi hajókkal szokott közlekedni, tudja, oda érkezik majd meg a mezőny. Ott van egy bója, ezt a bóját veszik, ha minden igaz, és mondjuk, ha én raknám a fejed, akkor jobb kézről, és utána haladnak le ide a hajógyári öbölbe, a hajógyári öböl a tőlünk legtávolabbi pont a Tihany hegy aljánál, igen, a Tihanyi dombok aljánál, és onnan vissza a befutó, a szintén ugyanez a helyszín, itt a ezen a vízterületen, ahol most állunk. Tehát ezt a háromszög pályát kell teljesíteni, de ez nem pálya, ugye ez egy túraverseny, amiről most itt beszélünk. Ezekkel a kis hajókkal ez egy elég nagy távolság ahhoz, hogy túrának tudjuk nevezni a tetejében, ugye túra célpontokhoz van igazítva a verseny. Ez azt jelenti, hogy Tihany, Hajógyár, Balatonfüred, ezt teljesítik a versenyzők. Nagyon drukkolunk azért, mindenki nagyon izgul azért, hogy tényleg versenyben dőljön el az érmek sorsa, hiszen ezek a fiatalok nagyon sokat dolgoznak naponta, de hogyha azt mondom, hogy van, aki csak hetente kétszer jön le a vízre, szerintem az is nagyon soknak számít, tehát ők edzésszerűen végzik ezt a munkát. Azt látjuk közben, hogy Alsvörsről vagy Csopakról éppen most érkezik meg a versenygárda, és 2 perc van a rajtig, sőt 1 perc van a rajtig, ez a sziréna most már azt jelenti. 1 percen belül a motoros fontatás nem lehetséges, tehát itt is talán az utolsó pillanat az, amikor lekötik a hajókat a motorcsónakról, az edző eldobja a kötelet, mindenki leakasztja az árbocról is a fontakötelét, és elkezd arra koncentrálni, hogy legalább ebben az utolsó 1 percen megpróbáljon egy olyan rajtpozíciót kiharcolni magának, ami talán eredményes lehet a végkifejlett szempontjából. Erre a versenyre is érvényes az, ami általában egyébként a kék szalagra. Kollár Lajos egy pillanatra felvette az ügyet. Csak azt akartam felmondani, hogy emlékezzünk azokra, hogy azt mondtad, hogy menjen ki mindenki erre az oldalra, nézzük a vitorlás versenyt. Kortársaim emlékeznek arra, hogy egy hasonló körülmények között borult föl Balatonon annak idején a Hajtás nevű hajó, és sajnos sokan meghaltak pont itt a Füredi Móla előtt. Ez a hajó sokkal stabilabb, más építés, és senki ne riadjon meg. De ha már ez a szituációban emlékezzük már, ez a lövés most azt jelentette, ugye az előbb, 1 perccel ezelőtt hallottunk egy szirénát, most egy lövést, sőt hallunk még egy lövést. Ez azt jelenti, hogy a rajteljárást ebben a pillanatban a 3 lövéssel lelőtték. Ez nem az azt jelenti, hogy itt most ez a verseny nem tud elindulni. Azért nem tud elindulni, mert nincs szél, nem reálisak azok a viszonyok, amiben a rendezőség felelősséggel azt tudná mondani, hogy itt egy verseny, egy jó verseny alakulhat ki. Látjuk, hogy a hajók egymás egyén hátán mindenki ütközik. Mindenki ütközik mindenkivel. Tehát most egy általános visszahívás keretében mindenki kijön a rajtvonalon kívülre, a rendezőség már, ha egy picit kialakul a szél, kialakul az a szél, amit szeretnének, akkor egy új rajtfeljárás keretében egy ilyen 10 perc, 5 perc, 4 perc, 1 perces jelzésekkel elindítják majd a versenyt.